Jelentős élvonalbeli múlttal rendelkező irányítót igazolt az NB1B keleti csoportjában legutóbb ezüstérme szerző nyíregyházi KC. A 30 éves japán Asushi Makaru korábban megfordult a Kecskemét, a Cegléd, a Gyöngyös és a Balmazújváros csapatánál. A balátlövőként is bevethető kézilabdázó a játék szervezése mellett a góllövésből is kiveszi a részét, amit bizonyít, hogy legutóbb ő volt az NB1-ben az alapszakasz gól királya. Tanulni érkeztem Magyarországra, ezért is szerepeltem több klubban. Nyíregyházán is arra vagyok kíváncsi, mennyivel leszek jobb játékos, miközben szeretném céljai elérésében segíteni a csapatot. A nyíregyháziak szakmai igazgatója szerint az új igazolás mindenképpen erőssége lesz a feljutás megcélzó csapatnak. Üde színfoltja volt a magyar bajnokságnak, és jó magam is annak ellenére, hogy nem NB1-ben játszunk, azért én nyomon követtem az NB1-es bajnokságot. Sőt, a gyerekkori barátom, a Tóth Edmond, aki volt szerencsé együtt kézlabdázni vele Kecskeméten, ő hívta fel a figyelmet rá. Úgyhogy a Makaru, illetve játszottunk a Balmazújvárosban, hiszen a tavalyi évet Balmazújvárosban töltötte. Akkor már felfigyeltünk az ő játék tudására, a játék intelligenciájára, és a nyári játékozolások kapcsán szóba került az, hogy ő esetleg igazolható. Megkerestük a menedzserét, aki egyébként az egyetemen csoporttársam volt, és összejött ez a megállapodás, aminek egyébként nagyon örülünk. Az NKC több felkészülési tornán is pályára lép a szeptember 12-én esedékes bajnoki rajtig, amelyen a legnagyobb riválisnak számító Ferencváros látogat majd Nyíregyházára.